Ámmer Gergő vagyok, 4 éve végeztem a Magyar Képzőművészet Egyetem szobrász szakán, mesterem volt Kő Pál, Sallai Géza és Gáhidi Péter. Gyakorlatilag az egyetemen készítettem portrékat, itt az aukción az Alter Ego 1 című portrén fog szerepelni. Gyakorlatilag ez egy ilyen ikonikus munka az én munkásságomban, mert ezzel a munkával inicializáltam gyakorlatilag a portré sorozatomat, a mai napig dolgozok ezen a sorozaton. Készítek nagyobb méretű olyan kompozíciókat, amik a művészet történet nagy toposzait dolgozzák fel, de egy ilyen gesztussal, csavarral, gyakorlatilag így ilyen reflektáló, kortárs jelenlegi korra reflektáló dolgok jönnek létre. Jellemző rám például, hogy klasszikus anyagokat használok, ami jelen esetben például bronz, de úgy dolgozok kővel, az is egy nagyon jelentős anyag a munkáimnál, és úgy dolgozok gipszel is. Gipszöntvényeket készítek, gerilla módon is, ha kell, akár ilyen utcán található tárgyakról, testekről, különböző tárgyakról veszek öntvényeket, és akkor ezeket én assemblage-szerűen összeillesztem, és gyakorlatilag így komponálom meg a nagyobb szobraimnak az együttesét. Jellemző a munkáimra a művészettörténeti előkép. Itt ennél a sorozatnál is például Franz Xaver Messerschmidt, aki egy bécsi szobrász volt a 18. században, nagyon értékes és egyedülálló portrésorozatot hozott létre, önportrésorozatot, és közel 50 vagy közel 60 darabból álló sorozat, és nagyon nagy hatással bírt rám. És igazából ez az életmű volt az, ami gyakorlatilag beindította az én önportré sorozatomat is, és ez az első állomás, az Alter Ego 1, ami gyakorlatilag egy ilyen energiabombaként próbáltam így megfogalmazni.